Mit kíván a magyar nemzet? Tényleges sajtó, szólás, lelkiismereti, oktatási és társulási szervezkedési szabadságot! Népképviseleti demokráciát a törvényhozó, a végrehajtó és a bírói hatalom minden szintjén! Emberhez méltó létfeltételeket, államilag garantált létminimumot az elszegényedett rétegeknek! Négy évenkénti szabad párt és kormányválasztást! Emberi és nemzetiségi jogokat a határainkon túlélő magyaroknak! 1948 és 1956 szellemében követeljük a nemzeti demokratikus hagyományok ápolását, március 15 és az októberi évforduló pirosbetűs ünnepnappal nyilvánítását. Március 15-e. Az idei felvonulás nem csak nagy létszámával, hanem a transzparensek és a jelszavak megjelenésével is újdonságot jelent az eddigiekhez képest. Úgy látszik, egyre erősebben fogalmazódik meg az igény a változásra, egyre kevésbé halaszthatóak a 140 éve felfelbukkanó, ma is aktuális követelések. Egy valami azonban ugyanaz, mint minden évben. A befejezetlenség érzése. A mostani tüntetés után is megválaszolatlan maradt a kérdés. Vajon tud-e hatással lenni a javarészt fiatalokból álló, demokráciát követelő tömeg az ország vezetőire? Meddig tartható lefolytásban a magyar társadalom? Meg tudják-e a különböző csoportok világosan fogalmazni céljaikat? Annyi csak a felelősségünk a jövőnkért, hogy egy év múlva újra találkozunk a Petőfi szobornál? Az idő egyre hosszabbnak, a válság egyre mélyebbnek tűnik. A fiatalság bele akar szólni saját sorsába. Ezért jött létre 15 nappal később, március 30-án, a Fiatal Demokraták Szövetsége. Na most szeretnék még egyszer mindenkit megkérni arra, hogy próbáljunk disztingválni. Tehát ez vonatkozik a közönségre és az előadókra is. Tehát szeretnék mindenkit megkérni, hogy ilyen rokonszem és ellenszem tüntetéseket módjával. Az előadókat pedig arra kérném, hogy tényleg a kérdéseknél majd próbáljanak összefogottabban. A problémával a kis és a népfront
rendezvények találkozása előtt három hónappal találkoztam utoljára. Itt ülő vascsalával beszélgettünk arról, hogy mit fognak csinálni a mi főnökeink. Platogattuk, hogy miket lehet és mit a mi kereteink között kitermelni, és abban egyeztünk meg, hogy jó lenne elfogadni egy olyan papírt, vagy legalábbis készíteni egy próbálkozást, egy leírást arról, hogy hogyan tagolódik ma a magyar ifjúság politikailag, amelyik a két tárgyaló delegáció tagjai számára elfogadható. Valami olyasmiről van itt szó, hogy a felnövekvő ifjúság az egyre inkább elveszíti azt a lehetőségét és azt a képességét, hogy elérje azt, amit úgy lehet megfogalmazni, hogy az önmagáért felelősség állapota. Na most, hogyha azt mondjuk, hogy nem érheti el, hogy tömegesen, vagy legalábbis meghatározó többségét tekintve eljusson az önmagáért felelősség állapotába, tehát nem nőhet fel arra a szintre, hogy személyiségrangú polgárként, majd ebből kiindulva állampolgárként tájékozódni tudjon, választani tudjon és akaratot érvényesíteni tudjon, akkor meg kell nézni, hogy végül mi az, ami adatik neki, és mi az, ami lehetséges. Én úgy gondolom, hogy a mai magyar ifjúságot vizsgálva be kell vallani azt, hogy ezen a mai magyar ifjúságon meglátszik az elmúlt 15 év. Meglátszik ezen a mai magyar ifjúságon az ideológiai vagy politikai értékítéletét tekintve, meglátszik a kultúráját, munkakultúráját, szakmai ismeretét tekintve, az identitását, hova tartozását, hazához való viszonyát tekintve, de meglátszik egészségügyi állapotait tekintve is az elmúlt 15 év. Az én merítésem szerint ma az egész magyar társadalomban egyfajta kopás jellemző. Tehát kopik ez a társadalom, több értelemben is kopik, elkopott az ideológiája. Nincs ideológia. Uralkodó ideológia semmiképpen nincsen. Elkopott a szociális rendszer. Ha megnézzük, akkor most jön a munkanélküliség problémája, az új munkahelyek teremtésének a problémája, a fiatalkori munkanélküliség, stb. És elkoptak a politikai intézményrendszernek a elemei is. Elkopott a KISZ, szerintem elkopott a párt, és rengeteg más politikai intézmény elkopott. Ugye a mai előadásnak a címe, vagy ennek a beszélgetésnek a címe az úgy hirdetett meg, hogy az ifjúság politikai arculata. Most itt először is meg kell vizsgálnunk egy kérdést, hogy létezik-e ilyen. Na most az én megítélésem szerint ilyen nem létezik. Az ifjúságnak nincsen politikai arculata. Mert az én megítélésem szerint az nem politikai arculat, amikor a politikai véleményeket nem hagyják kifejeződni, és az emberek lenyomva, a politika szintje alányomva őriznek politikai véleményeket. Politikai arculatot ki kell alakítani, politikai arculatot pedig csak a politizálás gyakorlata alakíthat ki. A politizálás gyakorlata pedig intézményes politizálás jelent. Amíg nincsenek politikai intézmények az ifjúság számára, illetve ha vannak, de nem fogadja el azt az ifjúság, illetve ha maga alapítani akar ilyeneket, de azt nem hagyják, akkor nem is lehet politikai arculata. Tartatatlan állapot, hogy egy egypártrendszer viszonyai mellett választópolgári jogosítvánnyal rendelkező felnőtt állampolgár gyerekkorában nem minősítheti a környezetét, mondjuk, mint a Berzsény gimnázium hallgatója, vagy mint egyetemi polgár. Tehát a jogi léthelyzethez kötődő kifejeződés is ennek intézményesülése mindenképp szükséges. Amit politikai taktika alapján én nem tudok ma elfogadni, egyszerűen azért, mert a rendszert üzemképesként szeretném megtartani, és azért, mert a rendszert olyannak szeretném megtartani, amelyik nem képes, vagy amelyik képes a problémáim úrá lenni, tehát a robbanás nélküliséget és az evolutív fejlődést részesítem előbe. Én nem tartom ma reális együttűzésnek egy más politikai szerveződés nyílta és egyértelműen politikai szerveződés létrehozásán. Azt a kérdést szeretném feltenni a két intézményi képviselőnek, hogy az általuk, nem azt mondom, hogy képviseltek, mint azok magánemberként vannak itt, tehát a munkaadójunknak van-e hivatalos viszonya, vagy illetve viszonyulása a Fideszhez, hogyha igen, akkor mi lenne ez, hogyha nincsen, akkor ez azt jelenti el, hogy azt a bevált, már 30 éve bevált politikát követik, hogy amiről nem nyilatkozunk, az nem létezik. Hogyha ez a felállás, akkor nekik személy szerint mi a véleményük magáról a Fideszről, és hogyan viszonyulnának el? Abban állapodtunk meg a KISZ vezetőivel, hogy
minden olyan ifjúsági szerveződés számára, amelyik ma létezik, vagy majd létezhet. Szeretnénk a szövetség és a közmegegyezés ifjúsági keretét egy ifjúsági népfront szerű fórumot létrehozni, amelyikben, ahogyan mondom, minden ifjúsági csoport részt vehet és vegyen is részt, mert úgy gondoljuk, hogy azt az alakulást, amit én most végigmondtam, adminisztratív rendőri eszközökkel nem lehet, nem szabad és nem is tanácsos kezelni, ezeket csak politikai eszközökkel lehet megközelíteni. Először azt hittem, hogy tényleg itt valamilyen szerepet éreztettek az illetők, és aztán rá kellett jönnöm, hogy itt egy alapvető politikusi erény megnyilvánulásáról van szó. Azok a résztvevők vagy előadók, akik itt legális, intézményes politikai szervezetet képviselnek, az obstrukció jogalát taktikájának folyamatban tartottak hosszabb, alapvetően semmi bevezető. Ez a saját véleményem. És végül egy kérdésem lenne Nagy Mihályhoz. Fejtegetted a konkurencia fogalmának értelmezését Marx kapcsán. Egészen konkrétan arra a témára vonatkoztatva, mint talán a legérdekesebb, bár a végén ezt úgy homályosan mondtad, de nem értettem világosan. A Fidesz, mint konkurens ifjúsági politikai szervezete a KISZ-nek, belefér a te ilyen értelemben a konkurencia elképzelésedbe, és ha netán igen, akkor KISZ KB tisztségviselőiként milyen lehetőséget látsz arra, hogy előlehessünk segíteni? Hogy a tudósi vagy elméleti igényességű gondolkozás egyrésztről, másrésztről a politika, mint az exigenciák, az erőviszonyok, a realitása megvalósítható, kihető. Félig tartós eredmények világa. Ez az én agyamban ketté tud válni, ezt vállalom. Hogyha ez személyiségi fogyatékosság, akkor ezt is vállalom. Tehát ezért a végén én megpróbáltam elmondani azt, hogy én ma Magyarországon evolutív folyamatokban gondolkodok, úgy gondolom, hogy nincsen szükségünk pusztító robbanásra, és ez a pusztító robbanás akkor is beszokott következni, hogyha a dolgot nem ismerő, vagy azt fel nem ismerő gyerek játszik egy bombával. A bomba természete olyan, hogy egy idő után robban, a bomba természete olyan. Na most itt két mitoszra szeretnék azért rövid távon leszámolni, ha sikerül, hogy legalábbis megkísérlem ezt a leszámolást. Az egyik a robbanás mitosza, a másik meg a bomba természetének a mitosza. Mivel itt mindig előszoktunk hozakodni, amikor ilyen asztaltársaságban politikáról ejtünk szót. A Fidesznek egy érdeme mindenképpen van már, az, hogy színvallásra késztet. Tulajdonképpen, ha betiltják a szeretetet, akkor azt kell mondani, hogy ugyan létezik Magyarországon egy jogrend, ami lehetővé tesz, hogy ilyen szeretet létrejöjjenek. Ezt a jogot ugyan mi kreáltuk, de hát most nem hagyjuk, hogy ezzel a joggal éljenek. Ha másra nem, a Fidesz erre jó volt, vagy erre jó jelen pillanatban, minden szervezetet, HNF, KISZ, pártok színvallásra késztet, viszonyulni kell hozzá. Politikai kultúrák mutatkoznak meg. Politikai kultúrák mutatkoznak meg a beszédekben, a politikusai beszédében, Berec beszédében, Fejti beszédében, a jogállamiságtól való iszonyatos nagy távolság és politikai kultúratlanság mutatkozik meg ezekben a beszédekben. Amikor az a kérdés vagy metszet föl sem merül ezekben a szövegekben, hogy jogszerűen ez a szervezet létezhet, hanem még csak az hangzik el, és az súlykódik a közvéleménybe, hogy mi nem támogatjuk a szervezetet, nem engedjük a létezését, nem tartjuk szerencsésnek. De az a másik dimenzió, hogy ez egy dolog, kérem. Ez kb. Annyit nyom alatt a jogállamiság szempontjából, annyit nyom alatt, hogy Fejti György nem tartja kívánatosnak egy ilyen szerteteződését, mintha én azt mondom, hogy én meg kívánatosnak tartom. Ennek a jogi kérdéshez, hogy ezt lehet-e csinálni, vagy nem, semmi köze nincsen. Ez a jogállamiság lényege. Senkit nem zavart eddig a politikusok közül, aki nyilatkozott a Fidesz ügyében, hogy Veszprémben 66 ezer főiskolai és egyetemi hallgató képviseletében egy parlament úgy döntött, hogy szükség van új, független ifjúsági szervezetekre. Ezt kérem, senkit nem zavar, amikor ők arról beszélnek, mert nincsen szükség. Akkor, amikor én azt merem állítani, és hát legyen bűnöm, hogy egyetértek a KISZ egyes vezetőivel, hogy ma túlkövetelés az önálló
politikai ifjúsági szerveződés iránti igény, és talán közbenső állomásként elfogadható eredmény lett volna egy az intézmények kereteit szabadon túllépő, horizontális szerveződésű Magyar Felsőoktatási Diákszövetség létrehozása, amelyik a születése percétől kezdve nyilvánvalóan politikai, de ennek nem nevezi magát, hiszen működése minden tartalomban politikai következményekre vezet. Miért állítom ezt, vegyük a teremből a példát? Hogy igenis van civil társadalom, sőt civil technikák is üzemelnek, a következőt szeretném elmondani. Kicsit úgy érzem magam, mint egyfajta kulissza kelléke, amelyik azért van felállítva, hogy a Viktor elmondhassa a Fidesz programbeszédeit. Itt van a technika eszköze, amelyik ezt rögzíti, amelyik őneki minden percét rögzíti, amilyenket szelektíve. Sőt, ez a kamera, amikor a Viktor nézi, akkor egy kicsit lejjebb megy, mert a képi befogadás törvényeit ismeri, és amikor őt mutatja, vagy engem, akkor innen hátulról. Szóval, ezek civil technikák. Én alázattal elismerem. Sőt, meg kell valljam, ha én azt akartam volna, hogy a kis kamerája idejöjjön, nem tudtam volna elintézni. Én vagyok a munkai vezető. És nem tudtam idehozni egy technikát, hogy ezt rögzítsék. Tehát akkor, amikor... Egy pillanat, engem senki nem hozott ide. Ja, Isten őriz, te jöttél? Jött. Mert te civil vagy. Mielőtt feltennék a kérdéseiket, engedjék meg, hogy annyit mondjuk, nagyon-nagyon örülünk, hogy találkozhatunk itt újra. Sajnos mi úgy tűnik, a másfél hónapos történetünk során teljes mértékben el vagyunk zárva a hazai nyilvánosság elől. We are very happy to greet you here because unfortunately it seems that we are closed from the open publicity which we could gather from our history of the past two months. Épp ezért reméljük, hogy a mostani találkozónk hozzá tud járni, járulni törekvésünk nyilvánosságához. Azt még elmondanám, hogy a kérdésre válaszolva. Tehát jelenleg 1000-1200 fő a Fidesz tagság. A Fidesznek már létezik 8, illetve most már 9 csoportja. For the previous question, we are approximately 1,000, and now we have 8 or 9 groups. On in Budapest? Csak Budapesten? Nem Budapesten létezik csoportunk Sopronban, Szombathelyen, Gödöllőn, Bécsen. No, not only in Budapest, we have groups in the country at Pécs, Szombathely, Gödöllő and Sopron. And trade union organizations. Az úr az Amerika... This is obviously an attack on your organization as well. Az úr az Amerika hangjárádiótól van, és azt kérdezi, hogy van-e valami reakció a Fidesznek arra a Kádár János beszédre, ami tegnap hangzott el a pártkonferencia nyitónapján, ami hát egy kirohanás vagy egy támadás volt a ifjúsági kezdeményezések ellen. Orbán Viktor. Hivatalos reakciója, szervezeti reakciója még nincs a Fidesznek. We don't have an official reaction yet. Nekem mint szóvőnek van, szomorú vagyok és el vagyok keserű. He as a spokesman would like to say that he's disappointed at this. Azt mutatja mindaz a számunkra, hogy azt a régi elképzelését, a pártvezetés, ami arról szólt, hogy mindenkinek egy valami közös, egyszínű egységbe kell tömörülnie, nem adta föl. The formulation of this paragraph. A kérdés az arra vonatkozik, hogy pontosan hogy szól alkotmányban ez a... Az alkotmánynak a 65. paragrafusa biztosítja a Magyar Népköztársaságban az állampolgárok számára az egyesülési jogot. Ennek a... The 65th paragraph of the Hungarian Constitution gives the right for the Hungarian citizens formation. Ennek a második bekezdése, amely tömegszervezetek, illetve társadalmi szervezeteknek a létrehozását teszi lehetővé, és ezen túl más szabályozás nem létezik a magyar jogrendszerben ezekre a szervezetekre. The second paragraph gives clue
to any kind of social gathering, social activity, and there is no other mentioning in the Hungarian jurisdiction of this. Egy félreértést kell itt ebben a tekintetben eloszlatni, ugyanis az úgynevezett szabadidős egyesületek, illetőleg kis létszámú, kisméretű, nem politikai tevékenységet folytató szervezetekre vonatkozik egy törvényerejű rendelet. Ez azonban nem fedi sem a szakszervezeteket, sem az ifjúsági szervezeteket, sem pedig a pártokra vonatkozó. There seems to be some kind of misunderstanding. A rendőr mondandójának a lényege végül is a következő volt. A szervezet törvényellenes, a nem tudom a pontos jogszabályi megjelölést, a rendőrségről szóló minisztertanácsi rendelet alapján járnak el, ami a rendőrséget arra jogosítja fel, hogy azokat a társadalomra veszélyes cselekményeket, amelyek még nem érték el a bűncselekményi minőséget, de nagyon erősen afelé hajlanak, és ha ilyet tapasztalnak, akkor megelőzik, és akik ilyet csinálnak, azt ilyenkor idézik be, és ezt a figyelmeztetést adják át a részükre. Ez történt meg most, azzal a megfejeléssel, hogy amennyiben folytatni fogjuk ezt a tevékenységet, akkor mindnyájan személy szerint én is bűnvádi eljárás alá fogunk kerülni, illetve az alá fognak bennünket vonni. Hogy magam részéről továbbra is folytatni kívánom, tekintve, hogy szerintem ez törvényes, és sem jogi, sem ténybeli indoklás nem kaptam arra nézve, hogy ez miért lenne törvényellenes, így elváltam. Ugye ez volt április 8-án. Nagy meglepetésre, és innentől kezdődik az országos karrierje a Fidesznek, április 9-én, illetve már április 8-án este a rádió, a Magyar Rádió, a Magyar Televízió híradója, valamint a képújságja beolvasta rendőrségi közlemény formájában, hogy 5 tagját a Fidesznek törvényellenes szervezet létrehozására irányuló tevékenység miatt a rendőrség behívta és figyelmeztetésben részesítette. Ezt lejött a rádió, a tévé, és másnap az összes napilapban megjelent, az országosokban is, meg a helyi, megyei napilapokban is. Világos volt, hogy ezekben az újság közleményekben valótlan tényállítások vannak. A Magyar Hírlap az külön hosszú, kétasábos kommentárt is szentelt az ügynek, ami rögtön arra sarkalt bennünket, hogy akkor rögtön helyreigazítást kell kérni. 2 hétre rá. Tehát a rendőrségi ügyre 2 hétre kaptunk egy levelet a budapesti 22. főügyészségtől, annak is az államellenes osztályától, bár ezt nem jelölték meg a levélben, annak az államellenes osztály vezetőjétől, amiben arra kért bennünket ezzel a szóval, hogy kérem önöket, vagy kérem önt, hogy az új ifjúsági szeret létrehozásával kapcsolatos ügy megbeszélésére pénteken jelenjenek meg 2 órakor a hivatali helyiségemben. Arra a kérdés, hogy mi fog történni, azt mondták, hogy ne féljünk, ki fogunk jönni. Tehát azt tételezték, hogy mi azt is el tudjuk gondolni, hogy most itt be fognak bennünket tartani. És láthatóan így készültek. Azonban ezt a hangulatot rögtön az elején a Bégány Attila eloszlatta, mert még a Ivánnak adtunk egy 2 perc gondolkodási időt a tárgyaló helység, vagy az ügyészség helysége előtt, hogy gondolja meg, hogy bemenjünk-e vagy nem. És ebben a várakozási idő alatt így kirobbant az ügyész, és kinyitotta az ajtót, hogy fáradjanak be, uraim. A Bégány megfogta és visszacsukta, mondta, hogy azonnal, csak még 1-2 dolgot megbeszélünk. Úgyhogy itt rögtön világos jelzés volt, hogy nem vagyunk annyira berezelve. Ez bent is folytatódott körülbelül. Látszott, hogy ők erre készültek, nem is tudtak váltani egyből ebből a szigorú magatartásból, amit elképzeltek maguknak. 3 ügyész hallgatott meg bennünket, láthatóan el voltak osztva a szerepek. Volt egy ügyész, aki nagyon durván és abszolút brutálisan beszélt és bánt velünk, ilyen rendőr alűrökkel volt megáltva, heccelt, cikizett, próbált bennünket ilyen fölidegesíteni, meg provokálni igazából. Ő ült balra, velünk szembe ült ilyen vörös nyakkendőbe és kék öltönybe, ilyen nagyon hideg technokrata benyomását kelt fel az ügyész, aki a levelet jegyezte, és aki nem is ment be semmifajta politikai vitába, vagy nem akart igazából, hanem ő ezt a nagyon hideg jogászi szakember attitűdöt vette föl. És volt egy harmadik úr, aki egy öreg, jóságos bácsik a benyomását keltette, egész végig nem szólt egy szót sem, csak mosolygott és bólogatott, és az volt rájva az arcára, hogy ilyen jó gyerekek, nem is értem ezt, hogy itt valami félreértés lehet, nem is értem, szóval, hogy ilyen jó gyerekek és mégis itt vannak. Szóval ez volt az arcán körülbelül. A beszélgetés úgy folyt, hogy az ügyész azt mondta, hogy most ő be fogja bizonyítani azt, hogy ez a szervezet ez törvényellenes. Előtte volt egy incidens, mielőtt nekilátott volna ennek a felettébb nehéz műveletnek. Azt mondták, hogy adjuk oda a személyigazolványunkat. Mire megkérdeztük ismételten, hogy mi a jogi minőségünk most. Gyanúsítottak vagyunk, vagy kihallgatás fog következni, vagy csak beszélgetünk. Azt mondták, hogy beszélgetés lesz, mire mondtuk, hogy hát a magunk részéről akkor nem adjuk oda, mert a beszélgetésre nem szükséges, hogy az emberek lássák egymás személyigazolványát, annélkül is lehet beszélgetni. Ezen eléggé fölidegesedtek egyébként is. Láthatóan megzavarta őket. Most még az fontos, hogy az ügyész, mert neki látottam bizonyítani, így rá nehezkedett az asztalra, és így előtte egy ilyen egész halom jogszabály volt. Most tekintve, hogy a behívottak közül mi 2 jogot végeztünk, az is látnivaló volt, hogy az összes jogszabály, ami előtte van, az duplum vagy triplum.
Szóval, hogy ugyanaz a jogszabályban egy nagy kötetben, aztán egy kicsibe, egy még kisebb és egy egészen vékonyban is, de így föl van halmozva azt a benyomást kell, hogy nagyon fölkészültek. Szóval nekik egy ilyen vékony kis jogszabály köteg is elég lett volna ahhoz, hogy a jogi érve is találtámasz a dokumentummal. De láthatóan ezt az elrettentő benyomást akartak kelteni, ezért kell fölhalmozni az összes jogtudományt oda maga elé. Nem akarom húzni a történetet, végül is az ügyész két dologra szorítkozott. Két kifogást emelt a szervezet megalakulásával kapcsolatban. Az első, hogy az eljárás folyamata, ahogyan létrehoztuk a szervezetet, az maga jogsértő volt. Jogsértő volt, mert a társadalmi szervezetet állampolgár csak úgy nem hozhat létre, hanem szerinte társadalmi szervezetet csak társadalmi szervezet hozhat létre, ugye? Igen, csak másik társadalmi szervezet hozhat létre, és állampolgárnak alanyi jogon ezt nincs joga megtenni. Ez volt az első év. A másik év pedig az volt, hogy még hogyha jogszerűen jöttünk volna is létre, akkor is a nyilatkozatból kiolvasható, hogy a politikai céljai a szervezetnek azok alkotmányellenesek. Azt mondta, hogy ezt be fogja bizonyítani, Laci barátom azt mondta, hogy legfeljebb megpróbálja, de azt mondta, hogy nem próbálkozás lesz itt, hanem ez egy tény dolog, és ő most itt ezt tényszerűen be fogja bizonyítani, és ő nem próbálkozik, mert ő egy ügyész, és nem. Ő nem próbálkozik, ő ezt meg tudja tenni minden kétség nélkül, és három érvet hozott föl erre. Tehát azt bizonyítandó, hogy az alkotmány ellen törünk. Az első, hogy azt szerepel a szövegben, hogy új Magyarország fölépítését akarja a szervezet. Ebből mondta logikai, éles logikai következtetéssel azt lehet levonni, hogy a régit le kell rombolni. Magyarán csak úgy lehet újat építeni, ha a régit leromboljuk, vagyis a régi az, ami létezik, vagyis a most fennállót le akarjuk rombolni. Kész. Ez volt az első érv. A második számú érv, hogy azt szerepel a szövegben, hogy vegyes gazdasági modellt akarunk, ez ellene megy az alkotmány szövegének, tekintve, hogy abban az van benne, hogy a társadalmi tulajdon a meghatározó. Próbáltuk neki mondani, hogy a társadalmi tulajdon az minimum három különböző tulajdonformát tételez föl, ami már eleve vegyes, erre érzéketlen volt, erre az érvre. A harmadik kifogás pedig az volt, hogy szerepel a szövegben, hogy a szervezetünk az egységes, demilitarizált Európa megteremtését is zászlajára tűzi. Azt mondta, hogy ebben az van benne, hogy egy, ki kell lépni a Varsói szerződésből, kettő, arra bújtogat és hív föl ez a szöveg, vagy ez a passzus, hogy tagadják meg a katonák, vagy a katona jelöltek a szolgálatot. Azzal a gyenge érvvel próbáltam védekezni, hogy a most megjelent Gorbacsov könyvben egész fejezetek szólnak erről a dologról, hogy ez egy cél, amit el kell érni, mire ő azt az éles elmélyű választ adta, hogy nem lehet kiragadni egy fejezetet a kontextusából. Ezért ez nem ugyanazt jelenti Gorbacsovnál, mint nálunk. Ezek után egy váratlan fordulat következett, és azt mondta az ügyész, hogy ő politikai kompromisszumot ajánl. Mire Laci barátom szintén megjegyezte, hogy ez meglepő, mert azt hittük eddig, hogy az ügyészség az egy jogi szerv, és nem egy politikai szerv, ami politikai kompromisszumot ajánl egy másik politikai szervezetnek. Az ügyész ezt elengedte a füle mellett, és azt mondta, hogy a kompromisszum a következő. Az ő részükről elfelejtik, ami eddig történt, és hagyjuk abba. És majd szeptemberben, amikor majd lesz egy új törvény, amikor majd amit most csinálunk, nem csak hogy lehetséges, hanem támogatandó is lesz, majd akkor kezdjük újra. Ez a kompromisszum. Na most amikor lejöttek a nevek, gondolom mindenki végigment, vagy átment ezen a perióduson, az én szüleim is, meg az összes rokonságom azonnal elkezdett tódulni, ugye, felém. Levelekben, meg személyesen is megkerestek, hogy mi történt, úristen, nem otthon lakom már, szülők, nagyszülők, amit el lehet képzelni. És itt viszont megmutatkozott, hogy az állampolgároknak a félelem mindig milyen mélységesen él a félelem, szóval mennyire meghatározza azt, hogy ők mit mernek mondani, mit mernek csinálni, hogyan igazítják az életüket ebben a társadalomban, hogy a félelem most, amikor már a terrornak nincsen nyoma, az 56 utáni terrornak szinte alig van nyoma, vagy egyáltalán nincs nyoma ebben a társadalomban, még mindig mennyire le van nyomva a politika az emberek agyában, nem létezik. Ugye azonnal mindenki azzal jött, hogy nem szabad ilyet csinálni, mert a karrier, meg egyáltalán a megélhetés, meg a rátszának, meg kicsi. Szóval egyáltalán az a dolog, hogy nem szabad ilyen dolgokat csinálni, amelyeket jogilag teljesen megengedett, és ezt ők is tudják, mert elmondtam. Nem baj, ha megengedett, akkor sem szabad ilyeneket csinálni, mert rávágnak a fejedre, meg fogod ezt bánni. Szóval egyáltalán azok a nagyok, a hatalmasok, akik léteznek valahol, azok előbb-utóbb úgyis rád fogják tenni a kezüket, és rá fognak húzni a te fejedre vagy a fenekedre. Az, hogy a Viktorék az ügyészség elé nem kis nyulakként kellett, hogy oda menjenek, ami minden pillanatban lesújthat a vár, pontosan ez bizonyítja, hogy ez a hivatkozási és igazolási alapja, hogy mi a magyar jogrendszernek megfelelő és nem is valamiféle nagyon alacsony elemeire hivatkoztunk. Nagyon faramuci az az érvelés a Magyar Hírlapnak a cikkének, hogy
hogy létrehoztak egy ilyen szervezetet, egy mint kvázi gittegyvetet, sűrű hivatkozással az alkotmányra. Mint hogyha az alkotmány az nem valamiféle alaptörvény lenne, nem az alapvető jogszabály, amit neki kell sugároznia minden irányban, és az mondjuk egy adott normálisan működő alkotmányi tanács, ami nálunk nincsen, vagy alkotmányjogi bíróság, pontosan az alkotmánynak a betartását teszteli, nem csak az állampolgári határozatokban, egyéb ilyesmikben, nem a konkrét jogszabályokban, tehát a jogszabályok is minősíthetők alkotmányértelmezőnek, vagy alkotmányellenesnek. És abban az esetben itt visszatérve ehhez a kérdéshez, hogy itt az ifjúsági törvénynek milyen értelmezései lehetségesek, hogy az ifjúsági törvénynek az a kitétel, hogy a KISZ egységes, azt úgy értelmezik, hogy egyetlen, és ezt akármilyen bírói szerv is kimondaná, ez egy alkotmányellenes értelmezése lenne magának a törvénynek, ugyanis szemben áll a 65. szakasz azon bekezdésével, hogy a Magyar Népköztársaság biztosítja az egyesületi jogot, vagy egyesülési jogot és a tömegszervezetek alakulásának a jogát. Amikor a Viktorékat beívták az ügyészségre, az pontosan a Veszprémi Országos Alágazat Ifjúsági Parlament, az Egyetemi Főiskolai Ifjúsági Parlamentnek az első napján történt. Na most végül is a rendőrség velünk szemben végzett bűnmegelőzési tevékenységének eddigi legutolsó állomása az Veszprémben történt, amikor is mi eltés küldöttek, meg egy műszaki is küldött, már lementünk orra reggel, azért fontos, ott voltunk a délelőtt folyamán, és míg mi a városban voltunk, a délutáni ülésre készültünk fel, addig a mi kollégiumi szobánkban a veszprémi rendőrség házkutatást tartott, és ott elkobzott tőlünk, nem tudom, szerintem 250 példányban Fidesz nyilatkozatot. Majd azután, amikor mi visszaérkeztünk a kollégium épületébe, akkor Sasvári Szilárd barátomat, aki a főiskolai kar hallgató és küldöttként volt lent, illetve engem, a házkutatást végző három rendőrt is szóbeli rendőrségi figyelmeztetés megjegyzését, aminek a tartalma ugyanaz volt, mint a Viktoréké 4 héttel korábban, ami arra szólt fel minket, hogy hagyjunk fel ezzel a tevékenységgel, ami viszont lényegesebb, és akkor pont a direkt kapcsolódás az ifjúsági parlamenthez, hogy arra hívtak fel minket, arra hívták fel a mi figyelmünket, hogy a Fideszről mi, amennyiben ez lehet, ne egy szót sem említsünk az ifjúsági parlamenten, ezt a kérésüket ők azon nyomatékosították, hogy amennyiben mégis úgy gondoljuk, és meg is tesszük, hogy szólunk a Fideszről, akkor kénytelenek minket az ifjúsági parlament megzavarása miatt eltávolítani a parlamentről, illetve a városból. Írtam egy ilyen szöveget, hogy a Veszprémben az ifjúsági parlamentre delegált Fidesz tagoknál házkutatást tartottak, civilruhás nyomozók, és elvették a Fidesz tájékoztató anyagait, felszólították őket, hogy tartózkodjanak minden aktivitásra irányuló cselekvéstől, és a megyéből való kiutasítással fenyegetőztek az erre vonatkozó jogszabály megelőse nélkül. Ez megállja a helyét, valóság? Igen, azt hiszem, hogy nem Fidesz tagok, szóval ez valami probléma, hogy mi eltekülettek voltunk, akkor azt feltételezték, hogy Fidesz tagok is vagyunk, illetve összekeverték, tehát minket a Fidesz funkciónkat keverték össze, ezért mi nem Fidesz tagokként mentünk oda le, hanem küldöttenként mentek le. Ez a sorrend, ez az első két sorrend, ez mindenképpen. Igen, ezt szerepel már legelső pontban látod. És az alternatívákat kellene majd lassan beiktatni. Jó. Ez a sorrend eddig jó, és akkor negyediként kellene szerintem viszont az, amit te írtál, szolidaritási szöveget, annak nem álltana előtte következni, mert az az eddigi történésekre vonatkozott. Jó, úgy akkor lehet az. Jó, akkor jó. Legyen az a negyedik. Gábor, egy pár szó. Igen. Hát a mai programról, Laci, hát először is szeretnénk beszélni arról, hogy mi történt az elmúlt 2 hétben, amióta legutóbb összejöttünk, és utána pedig hát nyilván a jövőről, hogy mit fogunk csinálni, hogy áll most a szervezet, feltehetően nagy viták lesznek. Nagy viták lesznek az ügyben, hogy mit csináljunk, hogyan lépjünk tovább, mert most van egy erős félelem a tagságban talán a retorzióktól, de ezt majd meglátjátok, mert ezt nem lövöm le erről a poénokat. Ilyen új váltat, ilyen 16 adnám majd nekem is, hogy ezt. Na, sokan vannak a Tinoli moziba is, akik egyből mentek. Jó. Na, akkor ezt el is mondom itt röviden, jó? Nem kell tökölni. Jó. Na, urak, hölgyek, egy fél perc türelmet kérek. Azt tudjátok, hogy a Jurta Színház az visszamondta előzetes ígéretét, és nem itt leszünk. Mikor elindultam, az 4 órával ezelőtt volt, akkor még volt helységünk, amit a sokadikként talomba tartott helységek közül nem mondtak vissza, mert többet visszamondtak. Az Almási tészalőrökös mondott, letiltották, stb. De van helység. Na most én próbálom átvezetni a társaságot oda. A Radnóti színpad elé fogunk menni. A hely a Tinódi mozi. Tehát a Radnóti színpad és a Tinódi mozi az köze van egymáshoz. Mindenki induljon a Tinódi moziba. Ezelőtt 4 órával még a milyen volt a tere. Váratlan már sokan benne is vannak a moziban.
ez a hír. Szerinted mennyi az esély arra, hogy ezek a két hetenkénti találkozók simán folytatódnak? Nem tudom megérni, napról napra változnak a dolgok. Én nem tudom most egyre pontosan megítélni, hogy a Beresznek a nyilatkozata az mit is jelentett. Mert a Beresz is politikai érveket hangoztatott. Ő azt mondta, hogy ez politikailag nem engedhető meg most egy ilyen szervezet. Ennek ellenére ők rendőröket küldtek ránk. Egy szakszervezetet és egy ifjúsági szervezetet tudok csak elképzelni, nyilatkozta néhány nappal ezelőtt Grósz Károly, ennyit a Fidesz hosszú távú esélyeiről. A másik, amihez röviden szeretnék hozzászólni, az a program, illetve a működési elveknek a hiánya. Itt már mondta az előbb valaki, hogy ez sok ember távol tart a Fidesztől, mert nem látja világosan és pontosan, hogy milyen irányba is kíván elmenni a szervezet. Ezt a saját tapasztalatomból is mondhatom. Ugyanígy engem is zavartak ezek az általánosságok, én csak a Magyar Hírlap és az MD közleményének hatására léptem be végül is a szervezet. Amikor a Fidesz megalakult, egy spontán alulról szerveződő társadalmi szervezet jött létre, és mint ilyen, az alapítók azzal a célral alakították, hogy majd a leendő megszerveződött tagság fog úgynevezett radikális reformköveteléseket hangoztatni. Ebből nyilvánvaló, hogy nem elsősorban a programjával szerzett magának úgymond barátokat, és amint látnivaló ellenségeket, hanem sokkal inkább a puszta létével. Azt kell itt látni, és látják is barátaink és ellenségeink is, hogyha ez a szervezet így, ahogy van, megmarad, akkor az a monolit struktúra, az a piramis, amiben jelenleg a politikai intézmények szerveződnek, az meghasad. Márpedig, ha meg nem hasad, semmiképpen meg nem fog újulni. Ezért a mi létünk az több önmagánál egyszerre közvetlen, másrészt szimbolikus, jelenti mindazon ígéretek próbáját, amelyek hosszú évek óta a politikai intézményrendszer reformjával kecsegtetnek. Ezért azt javaslom, hogy mindent tegyünk meg, ami a szervezet fönnmaradásának az esélyét növeli, és semmit se tegyünk, ami az esélyeit pedig rontja. És nem tudom, hogy mindenki tisztán látja-e, hogy mi egy program jelentősége a helyzetünkben. Ami a jogi státuszunkat illeti, az első kifogás az volt velünk szemben, hogy nem tartottuk be megalakulásunk során az egyesületi törvény előírásait. Mikor ez kiderült, vagy legalábbis valószínűvé vált, hogy ez az év tarthatatlan, hiszen nem mint egyesület, hanem mint társadalmi szervezet alakultunk meg, akkor legutóbb az ügyészi beszélgetés alkalmával már azok az érvek domináltak, amelyek a célkitűzéseinket vették bírálat alá, ugye elsősorban alkotmányellenesnek minősítve a céljainkat.
tegyük első konkrét politikai célkitűzésünké annak a környezetvédelmi javaslatnak a támogatását, amelyet a szünet előtt felolvastak. Gordiuszi csomót vághatnánk ketté, olyan kérdésben foglalnánk állást, amely az egész magyar közvéleményt foglalkoztatja, mégsem direkt politikai kérdés. Tehát mindazok, akik esetleg azért nem léptek be eddig a Fideszbe, mert nem tudják, hogy mit akar, most legalább egy konkrét célkitűzést láthatnának magukat. Köszönöm. Enyedi Zsolt, BTK. Csak annyit szeretnék mondani, hogy most a szünetben megkívánjuk alakítani a BTK Fidesz csoportot, úgyhogy megkérek minden bölcsészkaros Fidesz tagot, hogy a terem közepébe, a bal oldalra jöjjön most oda, és akkor ezt alakítsuk. Sem a Fidesznek, sem a KISZ-nek nem vagyok a tagja, de megkértek, hogy tegyem meg azt a bejelentést a Zsolthoz kapcsolódva, hogy a bölcsészkar KISZ szervezete előtt van egy olyan javaslat, amely a bölcsészkar KISZ szervezetének a munkáját úgy alakítja át, hogy ez a Fidesz elismerésére, a Fideszet ért atrocitások elítélésére, illetve a felsőbb KISZ és pártszervek ezirányú magatartásának a kritikájára alapszik. Amennyiben ezt a KISZ gyűlés nem fogadja el, jövő héten, akkor ebben az esetben a KISZ tagoknak egy jelentős része kiválik a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség BTK KISZ szervezetéből, és ezzel szemben egy alternatív KISZ szervezetet alapít, amin a Fidesz. Én vagyok az információs csatorna, hogy ezzel kellek, ezzel ébredek. Arra ébredek például, hogy öt ember áll az ágyam történt félállamban vagyok, és be akarnak lépni a Fideszbe. De ilyenek vannak állandóan. Abban az állapotban, ahová most eljutott az ország, az a fiatal generáció, amely most a Fidesznek a tagságát adja, ezért azt a fiatal generáció semmiféle felelősség nem terheli. Amiért minket felelősség terhel, az a saját jövő. Az, hogy kinyitjuk-e a szánkat, az, hogy bele akarunk-e szólni azokba a dolgokba, ahogy most az ország ügyeit intézi. Hiszen látható, hogy az eddigi út most már nem járható. Mást kell csinálni. Ezzel kapcsolatban fontosnak tartom elmondani azt, hogy például az egyetemeken a KISZ szervezettsége olyan szintre zuhant vissza, hogy a jogi karon 16 KISZ tag van, a bölcsészkaron 2000-ből 40 KISZ tag van. Tehát a KISZ szervezettsége még 10%-ot sem ér el az egyetemista és főiskola ifjúság körében. Azonban felvetődik a kérdés, hogy a maradék 90-95%-nak olyan nincs politikai véleménye, olyan nincs elképzelése, nincs olyan probléma, amiben szeretné hallatni a véleményét? Nyilván, hogy van. És a Fidesz pontosan ezeket a véleményeket szeretné összegyűjteni, mint ahogy előbb mondtam, a különböző csoportok ezeket a különböző elképzeléseket, véleményeket integrálják, illetve próbálják összefogni, és a Fideszhez, mint program nyilatkozatot, program javaslatot próbálják majd benyújtani. Az alapító nyilatkozat azt is tartalmazta, hogy a Fidesz májusban kongresszust fog tartani. Erről akkor az a döntés született, hogy ezt elhalasszuk szeptemberre, illetve az őszre, viszont tartunk még egy utolsó nagy gyűlést májusban, ahova az összes Fidesz tagot várjuk. Erre sort is került, és a hétvégén, május 14-én a Jurta Színházban találkoztunk, ahol most már közel 500-600 tag és érdeklődő volt jelen, és a Fidesz
nagyjából a programjáról vitatkozott, tehát programtervezeteket hallgattunk meg. Beszámolók hangoztak el különböző csoportoktól, Fidesz csoportoktól, akik még a legutóbbi nagygyűlésen már bejelentették megalakulásokat, és azóta körülbelül 8-9-re tehető a számuk. Különböző egyetemeken van egy ifjú munkás csoportunk is, vannak vidéken is csoportok, tehát léteznek ilyen kis Fidesz csoportok, és ezek a Fidesz csoportok beszélnek azokról a kérdésekről, azokról a problémákról, amik izgatják őket. Bölcsészkaron tudomásom szerint 40 kis tag van. A Fidesz létszáma elérte a 63-at. Köszönjük szépen. Tudomásom szerint a jogi karon is egyébként hasonló helyzet, az által 16 kis tag van. Még alul szervezetben, ha lehet, és Fidesz tag számolt is 30 körül mozom már legalább. Tehát van még információk, érezketeket. Addig, amíg a vidéken jártak, felkészülnek, addig én felolvasnék néhány mondatot, hogyha megengeditek a Soproni Kézbizottság programtervezetéből. A KISZ-KB hosszú ideje hirdeti, hogy a konkurencia a mozgalom megújulását eredményezheti. Tragikusnak tartjuk azonban, hogy a Fidesz adminisztratív és rendőri módszerekkel való lesöpése ellen nem emelte fel a hangját, semmilyen lépéseket nem tett annak érdekében, hogy katalizáltó szerepet töltsön be egy konkurens szervezet létrehozásában, hanem hallgatósan megtörtént intézkedések mellett kötelezte el magát. A történteket a KISZ már egyébként is megcsorbult tekintélyének további lejáratásaként tudjuk csak értékelni. A szabadság mindig a másképp gondolkodó szabadság. Szegeden sem lehetett kiplakátolni ezt, hogy a Fideszről lesz szó, ezért úgy plakátolták ki a magyar-dán fotballmérkőzésére egy időben, ez egy beszélgetés a ifjúság politikai tagoltságáról. Váratlan, hát kevés embert vonzott, nem voltunk többen 20-nál. Azonban volt ezelőtt a nyilvános beszélgetés előtt egy ilyen kis szűkebb körű, ami a város klubjait, meg újságjainak a szerkesztőit jöttek ott össze egy teremben, velük beszélgettünk, és akkor utána egy ilyen 20 ember előtt a Fideszről volt egy elég fontosnak mondható vita, aztán egy nagy sörözés a közeli kocsmában. Lengyelországban voltam a múlt héten, és ott találkoztam az ottani ifjúsági, független ifjúsági szövetségnek a tagjaival, és mondtam nekik, hogy megalakultunk, és hogy gondolkozni lehetne azon, hogy hogyan tudnánk segíteni egymást, vagy valami kapcsolatot tartani. És nagyon, nagyon örültek neki, csak sajnos nem volt elég idő beszélgetni, mert ők éppen sztrájkoltak, úgyhogy az a problémával. De akartak írni egy levelet nekünk, a Fidesznek és a Magyar Ifjúságnak általában egy üzenetet, de sajnos erre már nem került sor, mert vége lett a sztrájknak, és eltűntek valahova azok az emberek, akikkel én megbeszéltem, hogy találkozunk. Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy mivel foglalkoztok amúgy? Telefonszerelő tanulók vagyunk, szakmunkás tanulók a 14-es szakmunkás képzőintézetben. Mindketten. Azt szeretném megkérdezni, mert végül is ez egyáltalán nem evidens számunkra, hogy ti milyen esélyeket láttok arra, hogy a munkásság, a munkás fiatalok megszerveződjenek? Egyelőre nagy szükség van erre, ezt tudnám elmondani. Nagyon nagy szükség van erre a szerveződésre, de egyrészt még kialakulatlan az az igazság, ezért hoztuk létre a Fideszhez kapcsolva ezt a csoportot, az ifjú munkás alapcsoportot, és szeretnénk minél több munkás fiatalt, vagy a szakközépiskolás gimnazistát megnyerni, vagy tájékoztatni. Ez nem csak rajtunk múlik, hanem egy idő után a válság az emberek saját érdekeit veszélyeztetik, és kénytelenek lesznek valamit tenni. És azt hiszem, hogy egy ilyen önszerveződési folyamatot kívülről irányítani nem lehet. Most még nem jött el az az idő, hogy a munkásfiatalság önmagától elkezdjön, a munkásfiatalság körülben elkezdődjön egy önszerveződési folyamat, de én úgy látom, hogy hamarosan, a közeljövőben talán elindul egy ilyen, és
valószínűleg tartom, hogy inkább ki fog alakulni még egy ifjúsági szervezet a munkásfiatalok körében, és hogyha az ilyen szervezeteket tudjuk koordinálni, akkor az nagyon jó lenne. Fidesz tag vagy? Nem. Milyen tag vagy? Állampolgár vagyok. És akkor miért jöttél ide, érdekel vagy? Igen. Milyen szempont? Kíváncsi vagyok rá. És miért? Érdeklődési területed, vagy miért? Szeretek politikával foglalkozni. És milyen szervezetben vagy, hogyha szeretsz politikával foglalkozni? Állampolgár vagyok. Vita alapnak javasoljuk Bihari Mihálynak a Medvetáncban megjelent programját és a beszélő 1987. júniusi különszámaként megjelent társadalmi szerződést. A végleges program kidolgozásához a következő témaköröket javasoljuk megvitatásra. Első. Az új alkotmányban részletesen és kimerítően fel kell sorolni az emberi jogokat és azok érvényesülésének garanciáit. Ilyen jogoknak tekinthetők többek között a szólás és véleménynyilvánítás szabadsága, az egyesülés és az egyesület alapítás szabadsága, a vallás és lelkiismereti szabadság, a gyülekezési, így a tüntetési és felvonulási szabadság, a szabad beleértve a külföldi munkavállalás joga, az útlevélhez való jog beleértve az ország elhagyásának szabadságát, az általános egyenlő és titkos választójog, a sajtószabadság, a tanszabadság és a tudományos kutatás és publikálás szabadsága, a munkához és a szociális biztonsághoz való jog, a pihenéshez és az egészséghez való jog, az egészséges emberi környezethez való jog, a környezetszennyezés tilalma, a magántitok, a levéltitok védelme és a lakás sérthetetlensége, az adatgyűjtés korlátozása és az adatvédelem, a központilag gyűjtött és személyre szóló adatok nyilvánosságra hozatalának tilalma. 4. Biztosítani kell az egyetemi autonómiát. A rektorokat, a főigazgatókat és a dékánokat, az egyetemek, a főiskolák és a karok maguk válasszák meg. Az oktatás tartalmi kérdéseiben a felsőoktatási intézmények legyenek teljesen önállóak. Garantálni kell a tanszabadságot, ami a diákok számára a szabad tantárgy és tanárválasztást jelenti. A felvételi keretszámokat el kell törölni. 6. Az állampolgári szabadságot és jogokat sértő rendőri jogosítványokat meg kell szüntetni. Erősíteni kell a bíró hatalmat és függetlenséget. A bíróságok szervezeti rendszerét teljesen ki kell venni az igazságügyi minisztérium területe alól. Fel kell állítani a közigazgatási bíróságot. Az egyedi ügyekben hozott közigazgatási határozatok ezen bíróság előtt legyenek megtámadhatók. Fel kell állítani a független alkotmánybíróságot. Szükség van a választási rendszer reformjára. Biztosítani kell a jelölt állítás teljes szabadságát. A jelöltek szabadon szervezhessenek választási gyűléseket, programjukat terjeszthessék. Ezen szabadságuk bárki által való korlátozása bűncselekménynek minősüljön. A választási eljárás ellenőrzése független választási bíróság feladata legyen. Állítsák le a Bős Nagymarosi vízlépcső építését, és jelöljenek ki független szakértői bizottságot az építkezés terveinek felülvizsgálatára. Elsőként kérjük, hogy nemzeti ünnepünket március 15-ét nyilvánítsák állami ünneppé. Kérjünk azonnali amnestiát azon állampolgáraink számára, akik lelkiismereti szabadságukkal élve megtagadták a katonai szolgálatot, és ezért jelenleg is börtönbüntetésüket töltik. Ezzel összefüggésben kérjük a méltányos alternatív katonai szolgálat mielőbbi bevezetését, és az alkotmány erre vonatkozó 63. a lelkiismereti szabadságról és a 70. a hazavédelméről szóló paragrafusainak összehangolását. Tegyen a magyar kormány hatékonyabb intézkedéseket, és lépjen fel határozottan a nemzetközi fórumokon, a határainkon kívül élő magyarság érdekeinek védelmében, különös tekintettel a legutóbbi romániai eseményekre, a tömeges kivándorlásra, a falvak erőszakos felszámolására, és általában az emberi jogok védelmére. Kérjük, hogy a nemzeti jövedelemből a kultúra és az oktatásra fordított összeg aránya növekedjék arra a szintre, amely biztosítja a hatékony értelmiségi képzés alapvető feltételeit, hiszen csak így válik lehetővé, hogy az így módon befektetett összeg hosszú távon megtérüljön. Jó, és megjelent a kívánok, hogy valamit adhatok. Tehát nincs tovább jelentkező, hogy ilyen információ nyilatkozatokról van, mert nem látok. Előre hátra lépte sehol, nem látok. Akkor megkérdem a Józsit, ha erről jöjjön ki, és a jogi procedúra, a jogi eljárásnak a mostani helyzetére számoljon be.
ügyeket a Fideszben, mivel a kisrabokban erre felhatalmazható. Néhány gondolat, nagyon röviden szeretnénk tájékoztatni a társaságot arról, hogy mi történt az elmúlt összejövetel óta. A sajtóhelyreigazítással kapcsolatos keresetet beadtuk, ugyanis sem a Magyar Hírlap, sem az MT semmiféle választ nem adott határidőn belül, és hát az újságban pedig természetesen mindenki számára nyilvánvaló, hogy nem közölték a helyreigazítási szövegünket. Ennek megfelelően a héten, a szerdán a Fővárosi Bíróság megkapta a keresetünket. A szervezetnek a jogi képviseletével, tehát a bíróság előtt való képviseletével Dornbach Alajos ügyvédet bíztuk meg, aki az 5-ös számú munkaközösségben dolgozik, és a sajtó helyreigazítási szabályoknak megfelelően egy héten belül, illetve a jövő hét elején várható valamikor legkésőbb csütörtökön az első tárgyalásnak a kitűzése. Nyilvánvaló, hogy a jogszabályokat mindenhol politikai szempontból értelmezik. Én körülbelül egy éves kutató munkát folytatom Oxfordba, ez a kutatási terem, a jogértelmezés, amely alapján nem táplálok semmiféle illúziót azzal kapcsolatban, hogy egy jogszabályt nem politikailag kíván értelmezni egy adott államhatalom. Na most próbaperről van szó ebben az esetben. Van egy ilyen angol száz kategória, hogy próbaper, tehát hogy a szabadságjogok tágításának milyen lehetőségei vannak. Próbaperről van szó ebben az esetben, és nem arról van szó, hogy a Fidesz törvényes vagy törvényellenes, arról, hogy ezt a helyreigazítási közleményt most közzéteszik-e vagy nem, de feltehetően közvetve mindenképpen sor kerül ezeknek a kérdéseknek a boncolgatására. Tehát azt, hogyha a Fidesz sikerül, és hogyha a Fidesz megmarad a talpán, akkor ennek van egy olyan jelentősége, hogy megbontja ezt a egyközpontú, monolit berendezkedésű hatalmi rendszert. Tehát a Fidesznek önmagán túlmutató jelentősége van itt, és a talponállása jelenti azt, hogy nem csak egy párt, egy ifjúsági szervezet, tehát a KISZ, nem csak egy szakszervezet képzelhető el, hanem ezen kívül még sok más. Na most az már bizonyos, hogy külön kell venni két dolgot majd ebben a programban. Az első a működésre vonatkozóan. Az első az úgymond helyi politika csinálása, a másik pedig az országos politikának a csinálása. A helyi politika ügyében minden szervezetnek, minden ilyen alapszervezetnek vagy csoportnak teljes körű autonómiát kell adni. Nem lehet, nincsen olyan központi szerv, ami ki tudná jelölni, hogy mit csináljanak Gödöllőn például azok 20-an, akik megalakították a maguk csoportját. Hát az Isten tudja, milyen gondjuk van ott, azt csinálnak, amit akarnak. Ez az ő dolguk. Egyetlen kötelezettséget lehet megalapítani, amit én kívánatosnak tartanék, és ez Lengyelországban is így működött a szolidaritás, hogy tájékoztatási kötelezettségük volt. Tehát, hogyha kezdtek helyi akciót, komolyabb helyi akciót, akkor azt be kellett jelenteni. Nem kellett engedélyt kérni, de jelezni kellett a központ felé, hogy ilyen volt vagy lesz. Nyilván itt nem lehet eltekinteni attól, hogy kell egy országos vezetőség, ami majd ezekben az országos jelentőségű kérdésekben tárgyal. Ennek nyilván lesznek majd szakértői testületei, akik kidolgozzák, stb. De nyilván az országos vezetőségnek, vagy az országos vezetőség bizonyos testületeinek, bizottságainak kell tárgyalnia az országos politikai ügyekben, egy-egy konkrét ügyben. És itt következik az a kérdés, hogy és itt ezt is szabályoznia kell majd a nyilatkozatnak, vagy a programnak, hogy milyen módszerekkel kívánunk nyomást gyakorolni, ugye? Mert egy dolog, hogy elmondjuk és nyilvánosságra hozzuk, hogy szerintünk hogyan kellene csinálni, hogyha megmaradunk őszig. De feltegyük a kérdés, hogy mit fogunk csinálni, ha mégsem ezt a döntést hozzák, meg hiába nyomkodjuk őket. Akkor nyilván ki kell dolgozni a kényszerítés eszközeit. Itt most a skála az elég teljes, mert a sztrájktól a demonstrációk, szóval rengeteg dolog van. Ezt át kell gondolni, mit lehet fölvállalni ebből, meg a tagság mit akar fölvállalni, milyen nyomásgyakorlást. És harmadik dologként jön ebbe az országos politika csinálásba, hogy hát be kell juttatni az embereket a szervezetekbe. Parlamenti választások lesznek, meg nem tudom mik lesznek, helyi tanácsi választások lesznek, meg ha vannak vállalkozók ebben a szervezetben, akik szívesen csinálnak politikát és lennek politikusok, akkor azokat be kell nyomni ezekbe a fórumokba, és ott kötelezni kell őket, hogy képviseljék a Fidesz álláspontját. Ez is egy lehetséges országos politika csinálás. És az egész, amit elmondtam, e fölött áll a kongresszus, és azt ki kell mondani nyilván, hogy a Fidesz legfelsőbb döntéshatalmi szerve pedig a kongresszus, amely meghatározza a Fidesz működését. Gábor, milyen esélyeket jósolsz a mai tárgyalásra? Hát én ezt nem tudom megmondani, Laci, nem tudom, minden lehetséges. Mi úgy gondoljuk, hogy a pert nem fogjuk megnyerni, de ennek egy nagyon nagy jelentősége van a tárgyalásnak, és úgy gondoljuk, hogy végig próbáljuk ezt vinni, tehát fellebbezni is, hogyha arról van szó, és mindenképpen jelentősége van ennek az egész eljárásnak, hiszen itt egy hivatalos fórumnak állást kell foglalnia a Fidesszel kapcsolatban. Értem, köszönöm. Két dolog történhet ma, mind a két dolgért érdemes eljönni egy tárgyalásra, mert
mert bármelyik is történik ezek közül, nem egy utolsó élmény. Az első, mondjuk, hogy nyerünk. Ami azt jelenti, hogy első ízben egy állami véleménynyilvánítás, korábbi állami véleménynyilvánítás ellenére is a jog az a győz, mondjuk így, igen naivan. A másik lehetőség, hogy saját szemünkkel láthatjuk, amint ez a rendszer leköpi a saját jogszabályát. Ez se egy utolsó jogszabályait, ez se egy utolsó élmény. Mert még arra is van esély, hogy esetleg tényleg nem szóltak a bíróságnak, tehát a bírói függetlenséget ilyen módon nem sértették meg, és valami pozitív eredmény is lehetséges. De mindenképpen igazat adok a Viktornak, hogy a rendszernek a tesztje lesz ez a per, és ezért mi próbapernek is tekintjük. Mindenképpen különleges élmény lesz, csak az a baj, hogy nem lehetsz ott majd bent a tárgyalóban a kamerával. Volt engedélykérés korábban? Én tudtom, már kérnek néhányan. És mi volt a válasz? Stúdiósok. Az, hogy nem. Hogy nem? Nem. De a folyosón attól még lehet. Igen, majd megpróbáljuk. Magyarunk? Viktor, kérdezzétek meg, hogy szabad-e itt filmezni, jó? És nincsetek, hogyha lehet, jó? Bíróság mosdójával, ugyanis nem kaptunk engedélyt a képrögzítésre, és itt kérdezem meg Gábort és Pétert, hogy most az ítélethozatal előtti szünetben mi a véleményük, mi a tipjük, mi lesz? Hát nem tudom, Laci, én attól tartok, hogy a bíróság kerülni fogja az ítélethozatalt. Nem bízok benne abban, hogy érdemben vitába fog bocsátkozni, vagy legalábbis kijelent valamit a Fidesszel kapcsolatban, tartok, hogy próbálja elpasszolni az ügyet. Valószínűleg fellebbeznünk kell, nem sok jóra számítok, amellett, hogy nem győztek meg se a távirati iroda, se a Magyar Hírlap képviselőnek az érvelése, és ők nagyon gyenge lábon álltak, azt hiszem. Péter, a védekezésekről, a két fél jogi álláspontján kifejtéséről mi a vélemény? Hát vissza kell adom a szót a Gábornak, én annyit tudok mondani, hogy körülbelül 40-50-et magammal kiszorultam a tárgyalóteremből. A kérdésünkre az ajtóban álló két úriember azt mondta, hogy hát ekkora terembe szoktunk tárgyalni. Az érvekről? Hát oda benne nagyon gyenge érvek hangoltak el. Azt mondta a Magyar Távirati Iroda, hogy ő csak közvetítő szerepet visz ebbe az egész ügyben. A rendőrség adott neki egy közlemény, neki azt le kellett közölni. Neki nincs joga ahhoz, hogy felülvizsgálja, vagy vizsgálja ezt. Ez így van? Nem így van, nem így van. Ugyanis például a rendőrség csak egy véleményt közöl. Tehát például, hogyha van egy ügy, egy gyilkolással gyanúsított ember, emberöléssel gyanúsított ember esetében nem közölheti a rendőrségi közlemény, hogy XY gyilkolt, hanem azt, hogy XY-t emberöléssel gyanúsítják. Ugyanez áll fent a mi esetünkben is. Tehát maximum csak azt mondhatják, hogy a rendőrség véleménye szerint törvényellenes a szervezet, és nem azt, hogy törvényellenes, itt egy tényállítás volt. Tehát ezért mondom, hogy olyan gyenge lábon álltak a védekezések. Meglátjuk, mi lesz, menjünk vissza. Köszönöm szépen. Milyen véleményt kér? Jogi vélemény. Ellenérdekű, Zalek vagyunk, én az Alperest képviseltem, a másodrendű Alperest. Az érveimet azt elmondtam a bíróságon, nem? Illetve leírtam az ellenkérelemet. És mint magánszemély? Nem lehet külön választani a kettőt. Tehát törvénytelennek minősíti a szervezetet? Nem azt mondtam, hogy törvénytelen, törvényellenesen szervezték, nem? Egyelőre. Tartalmában nem tudom, hogy milyen. A szervezés az nem volt szabályos szerintem. És milyen jogszabályba ütközött? Mint szakember minden bizonyan meg tudná nevezni. Nem tudom most megnevezni. De hát nyilván azért törvényellenes valami. És nem alkalmas ez a hely erre, azt hiszem. Azért törvényellenes. Hogy részletes álláspont kifejtsek. Nálam sokkal hivatottabbak vitatkoznak ezen, nem? A Alperes jogi érveiről a bizonyos Műveifi stúdiónak, hogyha egy rövid interjút adnám. Mert hogy minden, hallgatassék meg mind a kettőt. Minden fontos elhangzott a tárgyaláson. Viszontlátásra. Ennyi? Köszönjük szépen! Hát a döntés egyrészt ez a szóbeli indoklás, egy rövid, kivonatos indoklás, tehát ezt bírálni még elég korai. Írásban nagyon részletesen kell indokolni a bíróságnak. Véleményem szerint
az a logikai csúsztatás az alapja, amit egy kicsit vártunk is, hogy a tényállításokat is véleménynyilvánításnak minősíti. Ez az alapja, ez a koncepcióbeli eltérés a mi álláspontunk és a bíróság álláspontja között. És ezen áll vagy bukik a per sorsa, hogy sikerül-e megértetnünk és elfogadtatunk a másodfokú bírósággal, hogy itt nem csak véleménynyilvánítások, hanem tényállítások történnek, valótlan tényállítások történnek. Valótlan, illetve fals, tehát a valóságnak nem megfelelő színben szerepelteti a nyilatkozókat. Megszüntették a Fidesz tekintetében a pert, mint hogy nem perképes, mert nem jogi személy. A társadalmi szervezetnek egyébként nem feltétlenül szükséges, hogy jogi személy legyen abban az esetben, hogyha feladatai ellátása az gazdasági egyéb tevékenységre jogai és kötelezettségei lehessenek. Ebben a tekintetben viszont hát teljesen nyilvánvaló, hogy a Fidesznek is vannak például bérel termet, vásárol papírt, fénymással egyéb hasonlókat, tehát ügyleteket köt, és az a gazdasági kötelezettségeihez kell. Tehát ez a vonatkozási indoklása, hogy itt a jogi személyiség azért nem áll, mert hogy nekünk nincsenek gazdaság és gazdasági jellegű jogaink és kötelezettségeink, az abszolút tarthatatlan és jogilag egyszerűen nevetséges. Az viszont már biztosan önmagában botrányos, hogy ugye a mi jogi érveink az alkotmányon és a PTK-n alapulnak, ehhez képest a bíróság az indoklásában egy együttes IMBM rendeletre hivatkozott. Hát ez lehet, hogy csak nekem olyan tűnik botrányosnak, hogy az alkotmányban és a PTK-ban foglalt érvek ellen egy együttes IMBM rendeletre hivatkoznak. Ez egyszerűen hihetetlennek tűnik, és erre a rendeletre hivatkozva mondták azt, hogy ennek alapján volt az MTI köteles ezt a rendőrségi közleményt leközölni. A következő fontos tényeket kell számba venni szerintem. Az első, ez a bíróság nem mondta ki, hogy a Fidesz jogellenes szervezet. Ez a bíróság csak azt mondta, hogy a sajtót ő nem kötelezi arra, hogy helyreállító közleményt közöljön. Ma nagyon világossá válhatott mindenki számára, az összes Fidesz tag számára az, hogy létezik jogszabály, Magyarországon sokfajta jogszabály létezik, ami vonatkozik a működésünkre, ezeket azonban a bíróságnak mindig értelmeznie kell, és ez a bíróság a jogtól függetlenül értelmezi ezeket a jogszabályokat. Ha mi valóban el akarjuk érni, hogy a bíróság jogszerű, tehát a jogszabály szövege szerint értelmezze ezeket a jogszabályokat, és ezzel a mi működésünket ennek megfelelően minősítse, akkor nekünk erőt kell felmutatni. Vagyis ma Magyarországon nincsen más lehetőség a jogainknak az érvényesítésére és kiküzdésére, mint az, hogy minél nagyobb szeretterőt mutatunk föl. Vagyis a Fidesznek továbbra is szerveződnie kell, ha azt akarja, hogy jogszerűen működhessék. Nekem az egész eljárás, erről a döntésről az jutott eszembe, hogy Bős Nagymaros kérdését az akadémia véleményezte. Tehát arra gondolok, hogy ma is megtapasztalhattuk azt, hogy ahelyett, hogy ezek a testületek függetlenség és szakértelem alapján véleményezhessenek akár környezetvédelmi, akár jogi kérdéseket, ezt kikerülik, nem mernek független módon állást foglalni, nem merik a voksot letenni az igazság mellett, akár Nagymaros, akár a Fidesz sajtópere ügyében, hanem kikerülik. Viktorral épp beszéltünk, amikor a bírónő bejött, és aztán olvasta az ítéletet, illetve aztán utána is, amikor jött befelé, és ott beszélt az ember, hogy olyan kedvesen mosolygott, és olyan joviális volt, hogy Viktorral összesúgtunk, és mondtuk, hogy na, ezt úgy látszik, elveszítettük. Én végignéztem a bírókat. Egyik, a három közül egyetlen egy embert rám nézni. Így néztem őket, hogy szándékosak, tudom, egy úriember ilyet nem tesz, a pofájukba bámultam. Egyetlen egy nem bírta fölvetni a fejét, ami egy embertől elvárható. Hogyha valami döntést most hozok, akkor minimum szembenézek azokkal, akikre nézve ez a döntés vonatkozik, vagy érvényes. Akkor legalább rájuk nézek. Ezek nem voltak erre képesek, hogy belnézzenek pofámba. Ne vigyük el odáig a dolgokat, hogy az utca diktáljon, hogy itt véres dolgok történnek ebben az országban, mert benne van a helyzetben ez is. Megtörténhet, hiszen amit a Viktor felvázolt, de nagyon is reális, egy lehetséges kép ennek az országnak fél év, egy év múlva. Na most az, hogy a Fidesz megalakult és más ilyen szervezetek alakulnak, az pont azt jelenti, hogy mi nem ezt akarjuk, mi nem erre játszunk, hanem egészen mást. Mi pontosan megvan bennünk egy tárgyalókészség, egy kompromisszumkészség, és a törvények és az alkotmány alapján kívánunk egyezkedni és beleszólni és nyomást gyakorolni a hatalomra, nem pedig úgy, hogy keményebb eszközökhez nyúlunk, ami tőlünk igazán távol áll. Csak hát úgy néz ki, hogy ezeket a szervezeteket és az ilyen típusú magatartást nem engedik, elnyomják, akkor ez óhatatlan is ezeket a szélsőséges motivációkat erősíti. Így van. Az a politikai rendszer, ami nem hajlandó tárgyalni, ami nem hajlandó társadalom megszerveződő erőivel tárgyalni, az csak önmagának tehet szemrányás kés, amikor rálőnek.
Ez a nyugodtan ügyélés. Nyugodtan ügyélés. Nyugodtan ügyélés. Nyugodtan ügyélés.